Szép estét kívánok! Az első digitális oktatási konferencia és kiállításnak a Budapesti Műszaki Egyetem ad otthon, ahol természetesen Székesfehérvár újdonsága, az Alba Innovár is bemutatkozik. Tartsanak velünk a következő negyed órában! Kétnapos szimpóziumon hallható előadások a digitális oktatás céljaival és lehetőségeivel foglalkoztak. A kiállításhoz kapcsolódóan bemutató órákat, módszertani workshopokat, eszközbemutatókat is szerveztek a résztvevőknek. A székesfehérvári Alba Innovár élményközpont jó gyakorlatát Cserpalkovics András polgármester mutatta be, és közvetítette azt a kezdeményezést, hogy hasonló szakmai programokon alapuló digitális központok jöjjenek létre minden megyei jogú városban, a Modern Városok program keretében. Azt gondolom, hogy egy olyan különlegességet, ami nemhogy Magyarországon belül nincsen, hanem Európában sem nagyon, sőt a világban sincs sok olyan típusú és komplex képzést, háttérképzést, szakképzést nyújtó rendszer, mint amilyen az Alba Innovár a digitalizáció vonatkozásában. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó példa, és amikor kormánybiztos úrnak ezt bemutattuk, akkor Dajcs Tamás jelezte azt, hogy ez tényleg olyan unikális dolog, amit szeretné, hogyha ennek a konferenciának a keretében bemutatnánk. Már csak azért is, mert jó lenne elérni, hogyha ez minden nagyvárosban egy ilyen hálózatrendszerrel létre tudna jönni, és így tudna működni. Úgyhogy ezért jöttünk, hogy az Alba Innovárt és ezt a fehérvári innovációt, ennek az eddigi tapasztalatait bemutassuk azokat az eszközöket és azt a stratégiát, szakmai hátteret, amivel ebben a programban dolgozunk. És én szeretném az előadás végén azt a felhívást is megfogalmazni, hogy talán érdemes lenne átgondolni, hogy pont a megyei jogú városok programjára fókuszáló Modern Városok programba egy ilyen innovár hálózatnak a beépítése, az azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó dolog lenne, és abszolút nem csak a máról, hanem a jövőről is szólna. Fehérvár ezt most saját beruházásban megvalósította szakmai stratégiai partnerekkel, az IVS-en keresztül, de jó lenne, hogyha ez minden városban meg tudna történni. Az önkormányzat köznevelésben átalakult szerepe indította el tehát a digitális oktatást érintő felvállalást egy érzékenyítő, valamint egy pályaorientációs programmal együtt. Székesfehérváron, az egyik legnagyobb ipari erővel rendelkező városban az a tapasztalat, hogy a vállalatok a munkaerő hiányra a digitalizációval összefüggő megoldásokat választanak, és a robottechnológia nem a jövő, hanem a jelen a város gazdaságában. Az Alba Innovár létrehozása jó példa lehet az ország más városainak is, fogalmazott a polgármester. Több megyejugó város gondolkodik hasonló jellegű fejlesztéseken, és azért azt gondoljuk, hogy jobb lenne ezeket összehangolni, és egy közös program szakmai háttérrendszer alapján tudna ez felépülni és működni. Nem elfelejtve, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, amit létrehozunk, és akkor az örök időkre úgy van, hiszen pont itt a technológia ez pillanatok alatt bővül, növekszik és gyarapodik. Ugye most ugye nem nagyon látszik talán, de itt van mögöttünk Alba, egy olyan robot, ami ma valóban ennek a rendszernek a csúcs technológiája, de hát ez egyáltalán nem biztos, hogy 3 év múlva így lesz, sőt jelentsük ki, biztos, hogy nem ő lesz már a legmodernebb robot. Tehát ez egy folyamatosan változó eszközigényben, szakmai tartalomban változó világ, egy egészen biztos, hogy tudható, hogy a fiataljaink, a ma diákjai nem fognak tudni élni a digitális kompetenciák nélkül, és az a mi felelősségünk, hogy őket helyzetbe hozzuk, megmutassuk nekik ezt a világot, amiben ők élni fognak. A mindennapjaikat is ebbe fogják tölteni, és a munkahelyükön is tele lesznek ilyen technológiával. Tehát azt gondolom, hogy az ő életre való felkészítésükben ma már ez a technológia nem hagyható figyelmen kívül. A székesfehérvári diákoknak az Albában való oktatása szinte már mindennapos? Igen, ugye a nyári táborokkal elindult ez a folyamat, szeptembertől pedig tanrend szerint járnak az osztályok.
Körülbelül 4000 diák fog ebben a tanévben az Alba Innovárba eltölteni tanterv szerint egy-egy napot, tehát nem csak pár óráról van szó, hanem egy napról. Nagyon fontos, hogy ők ezt ingyen tehetik meg, tehát nekik ez vagy családjukba pénzbe nem kerül, és ezen túl indulnak majd lassan a szakkörök, a kiegészítő programok, és szeretnénk nem csak nekik, hanem a tanároknak is egy ugyanilyen programot indítani, sőt, megszólítani szülőket, nagyszülőket is, akik szeretnék tudni, hogy amikor a gyermekük, unokájuk kezébe ott van az a bizonyos ketyere, akkor azzal mit csinál. Már csak azért is, hogy tudjuk, hogy mennyi minden előnye van ennek a technológiának, de azt is, hogy vannak kockázatai is, amire ugyanúgy fel kell tudnunk hívni a figyelmét a fiataloknak, de ha mi magunk nem ismerjük, ők maguk jobban ismerik, akkor ugye ez egy elég nehézkes program tud lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy valaha ennek kell-e az iskolának lenni, de hogy ennek is az iskolának kell lenni, abban azt gondolom, hogy egészen biztos, hogy egyetértés van. A digitalizáció világában az egyik legfontosabb feladat a 21. századi készségek fejlesztése. Ehhez pedig a digitális alkotások, tevékenységek, a gondolkodás és a megszerzett élmények járulnak hozzá. Az új kulturális centrum a város szívében segíti a pályaorientációt is, és feladatának tartja a digitális szakadék csökkentését. Ösztönző, érzékenyítő rendszerre van szükség, és mindezt játékos tanulás formájában évente 5000 helyi fiatalnak biztosítja a központ, nyári táborokban és tanrendbe illesztett foglalkozásokkal. A forrásokat az önkormányzat biztosította, a megvalósítás pedig a város, a tankerület, az iskolák, az egyetemek, a média és a lakosság együttműködésében jön létre. A hétköznapi oktatási rendbe illesztett központ működése egyedülálló a világban, éppen ezért óriási az érdeklődés iránta. Hát mondjuk, hogyha 1-től 10-es skálán kellene rangsorolni, akkor azt mondom, hogy 10. Tehát hivatalosan szeptember 1-ével indult be az Alba Innovár, május elején indítottuk, már úgy, hogy az egészet összehozzuk. Június közepére volt 80%-os készültség, július elején akkor mutattuk be a sajtónak. Július elejétől 4 ilyen pilottábor indult el, az tulajdonképpen azon a tanároknak kellett belőni pontosan azokat a tartalmakat, amit naponta 5-6 órán keresztül a gyerekeknek leadunk, és szeptember 1-től minden nap Székesfehérvár városának egy-egy osztálya a tiszteletét teszi ott, és akkor 6 órán keresztül ott, hogy úgy mondjam, keresi és könnyen meg is találja az élményeket. Mi mindent tanulhatnak meg ott a gyerekek, és mi az, amit ide a konferenciára el tudtak abból a sok mindenből hozni és megmutatni az érdeklődőknek? Amit a leginkább megtanultak és a legkevésbé tudunk elhozni, maximum rajtunk látszik, az élmény, az a játékos tanulásnak az élménye, amiről szól ez az egész digitális élményközpont, ez az Alba Innovár. Itt a lényeg az, hogy bekerül 40 ember, 40 fiatal egyszerre a központba, az két csoportra válik, az egyik csoport az felmegy egy foglalkoztató szobába, ahol a 60-75 perces órák várnak rá, és akkor ott van Lego, úgynevezett Microbit, de 3D-s eszköznek a tervezése, és annak a kinyomtatása, és még van egy-kettő fajta óra, amit a gyerekeknek tudunk tanítani, tehát ezt variálják a tanárok a gyerekek beállítottságától függően, és a lényeg az, hogy minden órának az óra elején megállapodnak a gyerekekkel a célba, és minden óra végén azt a célt el kell érni, és el is érik. A közben a másik 20-as csapat, az pedig ismerkedik a speciális digitális eszközökkel, hogy itt mögöttem látható az egyik, hogy úgy mondjam, zászlós, mondhatni robotunk is, mert több robotunk is van, de mindenképpen az egyik olyan eszköz, egy humanoid, aminek a programozását mutatjuk be, azt mutatjuk meg, hogy ez bármennyire is élőnek tűnik, valójában ez egy keretrendszer, és ezt a keretrendszert lehet értelmessé tenni, és a gyerekeknek lehetőségük van beleprogramozni a robotba, és akkor a robot beszél hozzájuk azt, amit ő hozzájuk ért. Tehát ez egy kicsit bemutató a mesterséges intelligenciába, aztán van egy ilyen okos padló, amin ott egész csapatok tudnak játszani dinamikusan, akár kvíz megfejtésébe tudnak részt venni, vagy akár futballozhatnak is rajta. Aztán van egy VR, egy ilyen virtuális reality, valóságeszközünk,
ami két részből áll, abból is itt van az egyik ilyen eszközünk, amivel gyakorlatilag 3D-s eszközöket lehet tervezni. Én úgy szoktam mondani, hogy ilyen virtuális gyurmázás, hiszen olyan, mintha a saját kezünkkel valami szépet létrehoznánk, de mégiscsak ez egy ilyen elméleti virtuális dolog, de az, hogy ne legyen virtuális, a legjobb darabokat utána ki is nyomtathatják. És akkor ezen kívül még van egy szabaduló szabály, ami a csapatmunkát erősíti, és az is egy kicsit digitalizációval megvan, hogy így mondjam, butítva. És még van még jó néhány dolgunk, de azt gondolom, ezek a dolgok, ezek bőven elegek, hogy úgy mondjam, a gyerekek teljesen elfoglalva érezzék magukat, de még egyszer, amikor megkérdezzük őket, hogy hogyan érezték magukat, akkor mindenki azt mondja, hogy mi nagyon jól éreztük magunkat. Itt a lényeg az, hogy nem csak jól érezték magukat, amikor hazamennek, és ez már visszacsatolódott, akár az iskolába, vagy akár a szülőkhöz, akkor azt mondják, hogy ők szeretnének, nagyon sokan szeretnének valamit kezdeni ezzel, vagy megmutatják azt a munkájukat, amit éppen a digitális központban értek el. Ugye a cél az, hogy azt a néhány 10%-ot, ami ebbe a pillanatban a köznevelésbe a gyerekek érdeklődnek a 21. századnak a, mondjuk azt, hogy a dolgai után így egyszerűen, hogy azt minimum megduplázzuk, és azt gondolom, hogy jó úton vagyunk Fehérváron ehhez. A gyerekek nyitottságához nem is fér kétség, de az Alba Innovárnak célja megszólítani a felnőtteket és a nagyszülőket is. Ez a törekvés mennyire sikeres, és ehhez milyen módszereket választanak? Hát... ugye mondhatnám, bár még az elején vagyunk, hogy kérünk egy kis levegőt, mert ugye, ahogy elmondtam ezt az időt, tehát az, én azt gondolom, hogy ez rendkívüli volt, és az, hogy ezt nem, ezt én igazából használom másoknak a kifejezését, az, hogy ilyen gyorsan valamit sikerült felállítani, szóval ne felejtsük el, nem csak az infrastruktúrát kellett megtalálni, hanem a technológiai eszközöket is, és kellett találni, és ez a fontosabb 6 olyan embert, aki ezeket a dolgokat megtanulta, és képes arra, hogy a gyerekeket tanítsa. Na most ők teljes mértékben le vannak foglalva még azzal, hogy tanulnak, és tanítják a gyerekeket, tehát egyik oldalra ők is még mindig azért a tapasztalati fázis van, jövő hónapban nyitunk a szakkörök fele, és igazából azt tervezzük, hogy ezzel paralel szövetségeket kötünk különböző intézményekkel, például Székesfehérváron az Óbudai Egyetem Albakarával és a Corvinus Egyetemmel, másik oldalról a gimnáziumokkal, ugye a tankörölettel már megkötöttük a megállapodás meg a szakképzési központa, és gyakorlatilag tanárokat szerződhetünk majd arra, hogy speciális oktatásokat hozzanak létre, és akkor még ehhez hozzá kell tenni, hogy bemutatót tartottunk a robottechnológiával foglalkozó cégekkel, és valahogy így ebbe a, hogy úgy mondjam, kombinációba, vagy ezeket az eszközöket, meg lehetőségeket használva próbáljuk majd beindítani a felnőtt képzést lépésről lépésre. Tehát én úgy tervezem, hogy még ebbe az évben, valószínűleg novemberben elkezdhetjük a felnőtt oktatást kisebb csoportban, és utána függ attól, hogy hogyan tudunk embereket szerezni, meg megállapodni. De megyünk előre! Köszönjük a figyelmet, Esti Mérleggel, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!